Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Az elmúlt napokban a havas téli időjárás hazánk nyugati kétharmadát érintette. A hétvégére viszont itt lesz a zord hideg téli időjárás, vagyis a tél továbbra sem tágít a Kárpát-medencéből. Térségünket nyugatról, délnyugatról még érinti a nedvesebb levegő, ezért nyugaton, délnyugaton ma még előfordulhat kisebb havazás, hószálingózás. Az ország nagy részén azonban jelentősebb csapadékkal már nem kell számolnunk. Általában még borult marad az ég, de délutántól este felé északon, északkeleten már szakadozottabb lehet a felhőzet. Az északi északkeleti szél helyenként megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet pedig többnyire 0 és plusz 6 fok között alakul. Ehhez képest a hétvégére rohamosan gyengül majd a nappali felmelegedés, és bár több órás napsütés ígérkezik, vasárnap is inkább csak minusz 2, minusz 3 fok körüli maximumokra készülhetünk. A jövő hét elején pedig még hidegebb lesz az időjárás. Az éjszakákon a havas derült részeken akár mínusz 15 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, napközben pedig helyenként csak mínusz 8, mínusz 9 fokot mutatnak majd a hőmérők, és a jövő hét elején ismét érkezhet majd havazás is. Szép kellemes napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!